Egyik kedvenc írom, kedvenc könyvét hoztam már, Paulo Coelho-ról, egy brazil íróról van szó, akit 7 éves korában a szülei kolostorba küldtek tanulni, hogy jó mérnökké váljon. Ő azonban nem ezt a pályát választotta, ott is sokat írt. Kamaszkorában sok csíntevésben vett részt, ezért a szülei úgy gondolták, hogy megőrült. Ezért idegosztályra küldték, ahol 3-szor elektrosokkos kezelést kapott. Ezek a kezelések azt gondolom kihatottak írói pályájára is. 38 évesen részt vett egy zarándoklaton, ekkor tért vissza újra az Istenhez és a hithez. Azt gondolom, hogy minden könyvében valahol megjelenik a zarándoklat, az alkímia, a fekete mágia és az Istenhez vezető út. Az én kedvenc könyvem tőle a Zahir című könyv, ami rögeszmét jelent ebben az esetben. Az ő könyveit akkor kezdtem el olvasni, amikor Londonban éltem. A barátnőmtől kérdeztem, hogy mit csinál akkor, amikor nagyon honvágya van, és azt mondta, hogy ő mindig Paulo Coelho könyveket olvas. Én ugyanezt tettem, hazajöttem is, nagyon sok könyvet vásároltam tőle, és úgy gondoltam, hogy a hátralévő időmet ki fogja tölteni, azonban egy hét alatt elolvastam az összes általa vásárolt könyvemet. Ez a könyv első hallásra úgy tűnhet, hogy egy szerelmi regény, önéletrajzi ihletettség, ugyanis az író saját magáról ír. Egy házaspárról szól, ahol a feleség haditudósító is eltűnik. Benne van a történetben, hogy talán önként döntött így, és a szabadságot választotta. Az író úgy dönt, hogy nem keresi a feleségét, és önálló életet él, azonban rögeszméjévé válik Zahir, ahogy feleségét nevezi a könyvben. Találkozik egy férfival, és úgy gondolja, hogy ez az utolsó kapocs, hogy feleségét megtalálja, és a párizsi luxusból a kazasztáni sztyeppékre költözik, háborús övezetbe, és követi ezt a férfit, hogy megtalálja a feleségét. Útja során ugyanúgy egy zarándoklaton vesz részt, mint az összes többi könyvében, és megtalálja önmagát és a feleségét. A történet végét nem árulom el, de nem egy szerelmi történet. Inkább arról szól, hogy a megbocsájtásnak mekkora ereje van, és milyen nagy energiákat szabadít fel az emberből, ha megtud és megtanul megbocsájtani, akár embertársainak, szeretteinek vagy a családjának. Amikor a novícius megkapta, szíve megtelt Isten dicsőségével, mert még soha nem látott ilyen szép fürtöt, és eszébe jutott az a nap, amikor először lépett a kolostorba, és eszébe jutott az az ember, aki akkor ajtót nyitott neki. Ezt tette lehetővé, hogy egy olyan közösség tagjává válhasson, amely tudja értékelni a csodákat. Így nem sokkal a naplemente előtt elvitte a szőlőt a kapus barátnak. Edd meg, és teljen benne örömöd, hiszen te időd nagy részét itt töltöd egyedül, ez a szőlő jót fog tenni neked. A kapus barát pedig megértette, hogy ezt az ajándékot valóban neki szánták. Minden egyes szőlőszemet hosszan ízlelgetett, és boldogan aludt el. Így módon bezárult a kör, a boldogság és az öröm köre, amely mindig körülöleli azt, aki kapcsolatban áll a szeretet energiájával.